napot, jó estét kívánok! Ahogy az ilyenkor az elején lenni szokott, ugye a szolgálati közleménnyel kezdem, itt van a kezemben az Új Magyar Hang, Spiró Györggyel a címlapom. A másik szolgálati közlemény, amit viszont még nem említettünk soha, az az úgynevezett pólóinkról szóló szavazás. Állítólag fej-fej mellett halad a kék meg a keki, úgyhogy most már csak a kékre lehet szavazni, jó? Így van, csak a kékre lehet szavazni. Nézzük a szereplőinket. Lukácsi Katalin. Szeretettel köszöntök mindenkit. Csintalan Sándor. Jó estét, jó napot, magyarok. Szalma Botond. Jó estét kívánok. Konok Péter. Jó estét kívánok. A héten az MSZP vitte a primet, azt hiszem ezt kijelenthetjük. Ők azok, akik ugyanabban a folyóban kétszer is, vagy többször is bele tudnak lépni, kétszer minimum. Ugye nem gondolta volna az ember, hogy az elhíresült bajai videó után még egyszer ugyanilyen balfékséget el lehet követni, de el lehet. Pedig talán hát az úgynevezett ilyen közéleti szélhámosok leleplezése tűnik a legegyszerűbb dolognak, mégse sikerült. Nyilván tudják, hogy miről van szó. Kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy láttátok. Hát bizonyára majd siránkozni fogtok arról, hogy nem beszélünk most már a kórházi ágyak felszabadítása miatti rengeteg elhunytról, vagy tehát súlyosan sokkal több elhunytról, hanem erről a nevetséges videóról, ami önmagában tragédia, de inkább ezt a részét emelném ki, ami talán én sokszor szoktam erről beszélni, a bocsánatkérés kultúrája, és esetleg gyengének mutatkozni, az nem mindig a valódi gyengeség, hanem a gyengeséget beismerni erőt is jelenthet, és ezt nem értem, hogy egy ilyen helyzetben, amilyen ajtóablak szituáció, miért nem tudja az MSZP azt mondani, vagy akár Koros Lajos képviselő úr, aki azért tett le értékeket is már az asztalra, hogy bocsánat. Ezt mondaná, kb. Ki is venni a Szeleta vitorlából, de nem, senki nem kér bocsánatot. Ezt nem értem, hogy miért nem tudunk eddig eljutni. Mert eleve úgy tálalják, hogy tulajdonképpen itt nincs miért bocsánatot kérni, hiszen egy ilyen természetes dolog történt. És az tényleg, ez a cucc, ez a hír, azért ez már megfutotta az első körét, egy, nem tudom, áprilisban valamikor, amikor még csak ezeken a klasszikus fake news oldalokon bukkant fel. Én láttam, egy csomószor jött szembe, osztották a Facebookon, és benne volt a ilyen izékba. Az összes többi ilyen között, hogy azt mond, olyat mondott a politikus, hogy nem fogod elhinni, és kivetkőzöl magadból, és a csalóba fogsz üvölteni. És hát világos volt, tehát egyrészt egy szörnyű dolog történik ezzel az egész kórház kiürítés történettel. Ott azért megvoltak a kormánynak, meg hát ugye Káslernek is a maga kis játszmája, ez a én nem mondtam meg, de hogy írtam ilyet, meg hasonló. Tehát itt össze-vissza az udazás volt. Másrészt meg ugyanakkor hát az világos volt, ez a 10-ből 9, ez nem lehet egy valóságos arány, tehát nem lehet tízezrek halottak, mert egyszerűen ez világos, hogy nem működik. És akkor aztán ez így el is sikkadt. De hogy a francba sikerült ezt újra elővenni, és hogy a francba sikerül azt mondani egyébként, hogy ja, hát kérem, hát lehozta a sajtó is, hát a sajtó lehozta, akkor mi is lehoztuk. Ez amint az indiánok vágják a fát, akkor biztos marha kemény ősz lesz, és ezt mondja a varázsló. Én egyébként, mert igazából nem az MSZP lépett bele másodszor ebbe a folyóba, a MSZP sok mindenbe belelépett már sok folyóba, de azért az az első történet, ugye a bajai tűzifa esete, az megint csak a sajtóról szólt, mert a HVG-t húzták csőbe. Akkor is egyébként elég furcsa volt, hogy felkészült és komoly újságírók, hogy a fenébe tudták ezt benézni, de ennél hogy a fenébe lehet, hogy én tényleg néztem, hát mindenütt lejött. Oké, ügyesen úgy, hogy az MSZP videót tett közzé. De azért ez is valami, tehát így már egymást erősítette ez az egész fake realitás, és hát abból ez lett, hogy meg miért nem tudnak bocsánatot kérni. Nem, hát Magyarországon politikus, én nem tudom, lehet, hogy volt már. Azért ki mondta egyébként, hogy bocsánat a Kóros Lajos, mert azt mondta, hogy nem kérek bocsánatot, ebben benne van a bocsánat szó. Az OMS, tehát a mentőszolgálatosoktól bocsánatot kért, ha megbántotta őket. De miért pont tőlük, ezt mégképp nem értettem. Most megint belecsételtünk ebbe a csapdába, amit az indiánok állítottak, mert most hagyjuk az MSZP-t, mert itt vannak nálunk sokkal nagyobb tudósok az MSZP-ről. Többet tudnak, mint egy magyar átlagember. De most az MSZP balfékségé, meg Kóros Lajos szellemi képességé mellett nem veszük észre, hogy megint áthajtották a csordát a folyón. Könyörgöm, ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy mit műveltek a magyar egészségügyben, hogy van fölkészülve a magyar egészségügy, mik a kórházi ágyszámok, kellenek ennyi. És még az is lehet, hogy valami jót cselekedett, csak egy, hogy úgy mondjam, sötét függöny mögött a miniszter úr, aki ezért felel, most a nevét nem akarom kimondani, nem akarom megsérteni, de lehetséges, úgy épített le kórházi ágyszámokat, hogy így volt neki a legegyszerűbb, akkor meg kell mondani, hogy eddig rosszul gazdálkodtok a kórházi ágyszámokkal. Na, itt megint bevén a bocsánatkérés, viszont ez nem az elmúlt 8 évben történt, mert az, ha jól tudom, 10 éve már nem az, a,
az MSZMP, MSZP, nem tudom micsoda még felel a magyar egészségügyre, hanem a Fidesz. Tehát az elmúlt 10 évben a magyar egészségügyben történt, az a Fidesz felelőssége. Legutoljára éppen egy pár éve Kásler Miklós úr, most akkor mégis mondjuk ki a nevét. Tehát nem veszük azt észre, hogy valami nem volt jobban az egészségügyben. Pocsékul voltunk fölkészülve bármire is, megállt a félvilág. Milliárdokat kellett elkölteni úgyis, hogy 1000 milliárdos a magyar büdzsé a költségvetésre. Tehát itt én mélyebb problémákat érzek, de most ezek a szegény MSZP-vel foglalkozunk, aki most éppen az Érushoz konvergál minden estől. Ez a véleményem. 3%-on állnak az új felmérés szerint. Hát a másik szerint meg nem annyi, de édes mindegy most ebből a szempontból. Előre azt szeretném bocsájtani, hogy még Kóros Lajos ingyen adok egy jó tanácsot, ilyenkor az ember azt mondja, hogy fölköpök és aláállok. Az pont. Ez az egyik mindenképpen. Annál is inkább, mert Kóros utalt erre a Kati, az elmúlt 20-valahány évben szerintem igen jó parlamenti képviselői teljesítményt produkált, a szociális ügyekben szakszerű volt, pontos volt a források ellenőrzése után. Tehát egészen elképesztő, hogy egy ilyet bevállal, és mondjuk ezzel az étosszal, hogyha megbukik, mint Rottenbiller, akkor nem azt mondja, hogy fölköpök és aláállok. Mert egyrészt egy egész pályafutást utólag felül tud írni, az összes teljesítményével együtt, hogyha az ember egy ilyen szituációban nem vállalja el, hogy hibázott. Na most, hibázott. Hibázott, mert egyébként módot adott például arra, hogy ne arról beszéljünk, amit a Botond is emleget. Mondjuk ez persze vagy a közvéleményre is jellemző, hogy most ezen a szituáción szívesebben kéjeleg, nem véletlenül repül rá a Fidesz média, mert ez hatékony és hatásos. Hát a Fidesznél 10 000 számra vannak ilyenek, és igazából a híveket semmilyen szinten és semmilyen formában nem rendíti meg. Aztán még egy jó tanács gyakorló politikusoknak. Szóval egy ilyen helyzetben, amikor az embernek a vágyait igazoló hírek jutnak el, vagy az elképzeléseit, sőt, mi többet a hír bizonyos értelemben visszaigazolja a valóságot, azzal együtt, hogy 10-ből 9 hát nem egy reprezentatív, mint a nyilvánvalóan, ott meg kellett volna vinni. Hát drága barátom, Gálvon Lajos. Az, hogy ez az asztal itt van, annak is csak 98%-os valószínűsége van. Tehát utána kell menni, utána kell járni. És most nem mentegetve senkit. Miután úgy van, ahogy mondtátok, hogy azért ez a hír megfutotta a maga útját. Most én már egy jó pár éve úgy vagyok ezzel, hogy ami formál logikailag előkerülhet, vagy létező elem lehet, azt én, ha ellenkező konkrét információm nincs, akkor természetesen, mint létező verziót el tudok képzelni, és meg is szoktam osztani, mert hát most ez egy ilyen világ. Régen is ilyen volt, de most meg különösképpen. Én egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy itt szándékos csőbehúzás történt. És nem mentegetésképpen mondom, hanem másoknak is ajánlom a figyelmébe, hogy bizony olyan van, ma már van, hogy behúzzák az embert a csőbe. Szándékosan. És a Lajos esetében, a Kóros esetében azért is tartom ezt fontosnak megjegyezni, mert a Kóros egy jó képviselő. Nem csak a droidokhoz képest, akiket tele van a parlament, mondjon nekem valaki, tegye fel a kezét, aki 12-nél több képviselő nevét el tudja mondani a mai parlamentben, hanem mert egy ilyen pasit kinyílni. Egy ilyen pasit érdemes kinyílni. Nem, egyébként ez szerintem ez a legfontosabb része, ami azért itt elhangzott. Tehát, hogy ezzel most valóban nem a lényegről beszélünk, hanem elkezdünk beszélni. Nem csak mi arról beszélünk, hanem és a közvélemény nem is úgy reagál rá, hogy akkor most ebben kijelleg. Igen, persze ez egy buris történet. Tehát azért az ember, hogyha mondjuk a politikusokban, a sztárokban akármiben hibát talál, akkor annak így örülünk. Mert hát ez eléggé egyértelmű és egyszerű pszichológia, hanem az, hogy az egésznek a hitelesség olyan értelemben kérdeződik meg, hogy az marad meg, ugye a kabátlopás így, hogy hát akkor itt semmi nem igaz. Igen, akkor igen, valószínűleg az igen, egész igen. Úgy, hogy van kamut. Lehet, hogy a Kásler tényleg nem is mondta, lehet, hogy ez igen, az egész egy ilyen felhajtás. És a Kóros ott követett el még hibát, tehát magán az alaphibán kívül, hogy ezt megcsinálta, illetve az MSZP követte ezt a hibát, hogy nyugodtan ki lehetett volna jönni belőle úgy, hogy a Kóros az, hogy hát bocsika, hülye voltam, van ez így. Mindannyian benézünk dolgokat, mindannyian osztunk meg. És nem kellett volna, jó azért ez egy videó, megint más kérdés. De az MSZP nem, hogy azzal jöttek végül is maga a párt, hogy hát nem a Kóros hibája, hanem egy egész marketing team dolgozott ezen, egy egész csapat. Hát könyörgöm, ha egy csapat csinált ekkora marhaságot, az még nagyobb gáz a pártra nézve.
Egyébként, bocsánat, még egy pillanatra magamhoz ragadom a szót, hogy ha az MSZP javítani akarna a helyzeten a bocsánat kérésen túl, azt is mondhatná, hogy oké, rendben van, ezt benéztük, de akkor csináljunk egy tényleg oknyomozó videót, és vannak azért most már olyan politikai aktivisták, akik jobban teljesítenek, mint sok újságíró, ma Partizánra gondolok, nyilván a Magyar Hang is fantasztikus munkát végez, de hogy akkor ad pénzt nekik, hogy akkor tárják fel, ne az MSZP-nek, hanem a nyilvánosságnak, hogy mi is történt. Most ez is lehetne, és ez egy nyert helyzet lenne, és még egy dolog, és utána visszaadom a szót, hogy az egy izgalmas jelenség itt nálunk az ellenzéki térfélen, hogy szerintem úgy, hogy mi bizonyítani szeretnénk, hogyha az ellenzék téved, akkor mi nem csináljuk azt, mint a fideszes oldalon. Tehát, hogy mi igenis ostorozzuk magunkat, ostorozzuk a politikusainkat, és szerintem itt is van bennünk egy kis túl bizonyítási vágy, mint hogyha vágynánk arra, hogy hátba veregessenek minket a fideszes emberek, hogy igen, ti erkölcsösebbek vagyunk, vagytok. Soha nem fogják azt mondani a fideszesek, hogy lám-lám, ti ezzel kritizáljátok a sajátjaitokat. Tehát, hogy ezért fölösleges túl teljesíteni, nem kell szerintem ezt a hírt 5 milliószor megosztani, elég egyszer azt mondani, hogy ez tré dolog volt. Akkor idehozom azt a, mi a véleményetek arról, hogy ebből az egész egészségügyi krízishelyzetből a Fidesz jött jól ki. Tehát azért, hogy mégis mondom ezt a friss kutatást. Korán sem biztos, de 60%-on állnak ugye elvileg. A biztos pártválasztók között. Biztos pártválasztók között, nem, mert a 30 év alatt buknád. De, úgyhogy de 30 év alatt a biztos pártválasztónak érezted magad? Igen, jó, hagyjuk. Igazad van, sőt. Szóval mondjuk minden krízis helyzet, ha csak nem hal ki a lakosság fele, mindig jó a épp adott regnáló kormánynak, nem? A krízis ez sose jó, de valaki mindig győztesnek hirdeti magát, valaki meg úgy érzi, hogy veszített. Az az érzés, hogy azért, hogy úgy mondjam, a másik térfelen futballozó pár pártnak is egy kicsit a eszét kéne használnia. Tehát nem kell ráugrani mindenre, és amikor valamit kritizálok, azt mindig ésszel és érvekkel kritizáljam. Erre meg én ezt mondom. Tehát a Fidesz ebből azért jött ki jól, mert először is megcsinálta a kórházi ágyszám leépítés baj nélkül, mondjuk ki. Csak senki nem figyelt erre oda. Könnyen lehet, hogy még erre szükség is volt. Könnyen lehet, hogy megszűntek azok, hogy jó pénzért lehet a kórházba hagyni a nagymamát. Most hagyjuk azt, hogy most van hely egy ápoló intézményben az idősek otthona, vagy nincs hely. Az is lehetséges, hogy most csak egy része tud ide visszamenni, az már biztos a rosszabb része lesz, csak egy ismerőse a főorvosnak megy majd vissza ezekbe a helyekre. Tehát itt azért milliárdok sorsáról van szó, meg a büdzséjéről van szó az egészségellátásnak. A Fidesz mindenből jól jön ki, amikor hülyét csinál magából az ellenzék. Tehát a Fidesz meg amatőr lenne, már pedig ott nem amatőrökülnek egy csomó helyen. Persze, hogy leüt minden magas labdát. Amit itt elmondtatok mind a hárman, és teljesen igazatok volt, könyörgöm, hogy ennyi kellett, majd bocsánatot kérek, hát elnézést. És nem úgy, ugye, mint a klasszikus konvicben, ugye, amikor veszít a bíróságon Grün ellen Kohn, hogy a becsületes ember, bocsánatot kérek, és akkor csak úgy mondták, hogy Kohn egy becsületes ember, na de bocsánatot kérek, és végül is bocsánatot kért. Tehát egyenesen neked, a keresztényeknek könnyebb dolga van, de erre nem szeretek hivatkozni, mert a kereszténységet, meg magát a hitet nagyon kezdjük lejáratni az elmúlt 2-3 évben. Azoknak könnyebb, mert ők tudják, mi ez a megbocsájtás. Vagy legalábbis papíron le van nekik írva, aztán tudják. De mutassál be néhányat, jól légy szíves. Én még nem találkoztam egy ilyen sem. Majd bemutatkozom, hogyha vége lesz ennek az egésznek, de ott is... Teljesen ismerlek, de... Itt is ül egy pár ember a szerkesztőségben. Te szabaiból sem a megbocsájtás szellem, ezt sugárzik sokszor. De ebben most nem menjünk bele, kár is volt szerintem idehozni. Azért szóltam, hogy ezt hagyjuk abba. De nem, a megbocsájtás egy nagyon fontos dolog, meg az egyenes beszél. Csak se a megbocsátásról, se az egyenes. A megbocsátás az a másikon is múlik. Tehát az egyik ember bocsátot kér, a másik pedig megbocsát. Még egyszer mondom, arról meg nem tehetünk, hogy az MSZP sajnos, vagy hála Istennek, ezt most nem tudom eldönteni, kinek micsoda, a végét járja, valaki bontja belülről, valaki bontja kívülről. Az MSZP-nek ezek a teljesen felesleges magas labdák nagyon rosszul jönnek, mert még az is, aki nagyon kedvél őket, is sírva fakad egy ilyen kalandban. Minden esetre most már sokat szor tesznek jót a Fidesznek. Nem csak az MSZP, meg a ellenzék, én az esetet azért jót, mert ugye említetted ezt a statisztikát, meg az új felmérést, hogy jól jöttek ki belőle. Egyrészt szerintem tényleg fontos, ez a 30 év alattiak között viszont eléggé meggyengültek. Másrészt meg hát egy olyan árucikkel házalt a Fidesz, amiben már baromi nagy gyakorlata van, ő veszélyhelyzettel házalt, és azzal, hogy ő az, aki biztonságot nyújt. Eddig viszont a veszélyhelyzet az soha nem volt annyira ilyen látható, érezhető, színes, szagos, mert ugye ez a migráns, meg jön a sorostól már tényleg hát annyira megijedni. Nem igazán volt, működött, de nem mondom, hogy nem működött, azért láttuk 10 év alatt, hogy működik, de most ugyanezt az apparátusukat egy úgy tűnik sokkal valóságosabb dologra tudták ráhúzni, és ebből, ha valami ordinári
nagy baromságot nem csináltak volna, akkor nem jöttek volna igazán ki rosszul úgy általában. De az a, engem az keserít el, hogy csináltak egy csomó ordinári nagy baromságot, nem utolsó sorban azt, amiről az előbb beszéltünk, tehát ez a kórházi ágykiürítés, ez embertelen, felháborító és döbbenetes. És indokolatlan. És ez is átpasszírozódott, és lehet, hogy részben egyébként jó, nyilvánvalóan nem ez a vezérfegyver, ez az MSZP-s videó a nénivel, de hogy egyértelműen valamilyen módon ezt is lenyeltük, mint ahogy tényleg kiderült, hogy Magyarországon az embereket nem különösebben zavarja a korrupció, ezt is tudtuk olyan rossz statisztikában nézni. Mi a büdös francot nem fogunk lenyelni. Az a helyzet, hogy én inkább ide idézném azt a kórházi főigazgató urat, aki az infektológiai intézet főigazgatója, és oda ment annak idején az Orbán, még a kórházlátogatása környékén is azt mondta a főigazgató úr, hogy hát egyszer szerencsénk is lehet. Tehát azokat a döntéseket, amelyeket most emlegettek, azoknak semmiféle hatása arra a kérdésre, hogy egyébként most mennyi fertőzött van ebben az országban, nincs. Egyébként, amit a Fidesz csinált, az ebben az összefüggésben csak emlékezzetek vissza az iskolaügytől, az egész maszkügyön keresztül, az egyébként ellene hatott. Őrült malaca van egyelőre, de ennek a történetnek nincs vége, könyörgöm. Őrült malaca van egyelőre, én ennek tudom be az Orbánnak, mert egyszerűen nincsenek fertőzöttek, és számtalan, tehát kevés, végtelen kevés, és ennek számtalan ismeretlen faktora van. Ugye azért, hogy van tapogatódzás, és majd egyszer talán lehet, hogy akár az igazság is fényre derül. Ugye a SOTE kezdett egy olyan kísérletbe is, hogy beoltják a szakaparátus egy részét BCG-vel annak érdekében, hogy megtudják, hogy a BCG-nek van-e valami összefüggése valójában. Mert hogy feltűnően jobb a helyzet mindenütt, ahol kötelező oltás volt, Portugáliától Kelet-Európáig. No, szóval ez az egyik dolog, és ez nyilván ilyen értelemben őrült, hogy megkönnyebbülés, és ezek a dolgok, ezek a hírek ebbe a megkönnyebbülésbe ágyazódnak bele tömeglélektanilag. Kellő súlykolása, mert a szokásos. A rítus jut végre. Egyébként számon akartam kérni, Sanyi, hogy az elején dobd el. Szóljál legközelebb. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy szóval nagyon érdekesen tényleg ez az emocionális szinten kezelt politika, és ez nagyon régen így van a magyar közéletben és a magyar választó fejében. Évek óta, hát amióta csak itt ülünk, hányszor beszéltünk arról, hogy mi folyik az egészségügyben. Most már nyugodtan mondhatjuk, ugye, hogy három olyan ágazat van a magyar életben. Az egészségügy, az oktatásügy, felsőoktatással bezárólag, és most már ugye az önkormányzatisággal együtt, ahol mérhetetlen tudatossággal szedi ki a lóvét, az eszközöket, a pénzt, annak a brutális intézkedés sorozatnak, amit a Kásler egyébként körgyogilag nem is értelmezhető módon, magánlegelezés útján bonyolított a kórházi átszámleépítéssel együtt is, amit sose fognak visszakapni a népek, meg az egészségügyi rendszer, ahol egy nép, két személy, két ember volt, két európai fehér ember, aki ellenállt ugye a rehabilitációs intézet főigazgatója, illetőleg, hát az is mekkora vicc, hogy kiderült, hogy nem is ő volt felelős, bár a Székesfehérvári megyei kórház főigazgatója azért, amiért kirúgták. És nem áll meg az élet. Mit akartok? Az összes többi csak magyarázkodás, hebegés, habagot, lefetye, kész, passz. Ilyen ez a közeg most. Még reflektálnék, mert szeretném erősíteni azt, amit Sándor mondott, hogy nekünk, beszélő fejeknek nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy ne erősítsük azt a mítoszt, hogy a kormány jól kezelte ezt a válságot, mert nem kezelte jól. Tényleg rengeteg aljasságot csinált, és nem rajta múlott, hogy nem történt hatalmas járvány. Ez tőle független okokból, mert ahogy eltitkolta az adatokat, ahogy megmásította azokat. Tudok olyan önkormányzatról, ahol sorra hozták ki a pozitív
pozitív teszteket, de valahogy amikor az állam mérte ugyanazokat a személyeket, akkor ez mind negatív lett, és hogy mindenkit inkább felküldtek Budapestre, nem beszélve arról, hogy Fejér megyében sokkal több fertőzött volt, mint Pest megyében, tehát az a sok-sok apróság megad mit az önkormányzatokkal, tehát rengeteget lehetne mondani, itt van például Jászberény esete, amúgy is a abszolút negatív helyzetben volt, és utána még megküldte az önkormányzat, még az állam azzal, hogy szenvedjen, és még ilyen helyzetben is helytálltak, ebben a lehetetlen helyzetben is, és én nagyon bízom benne, hogy az MSZP helyett akkor sokkal inkább majd az önkormányzatokról fogunk inkább beszélni, mert ők ebben a tényleg nagyon vert, kiéheztetett szörnyű helyzetben szerintem nagyon jól teljesítettek. Minden esetre, ha lélegeztetőgép kell, majd, akkor az önkormányzatoknak? Lesz. Az lesz, nem, ja. Akárhol is, mert ugye annak ellenére, ja. Hogy most már a vírus hát szinte lecseng, azért rendületlenül érkeznek a lélegeztetőgépek, Sanyi, meg a maszkok. Sanyi, majd egyszer azt is megtudjuk, hogy... Még, nem mondjuk, én azt javaslom, hogy nem mondjam ki, hogy felesleges. Nem vonjuk le a konklúziót, nem tudjuk. A jövő ilyenkor itt fogunk ülni, és akkor hangzanak el ezek a dolgok, akkor még hogyha nem lesz vakcina, akkor is bár. Ugye itt a másik nagy kérdés majd, hát mindenki oltás ellenes már ebben az országban jószerivel. Én azonban akkor fogom nyugodtan álomra hajtani a fejemet, ha az vakcina és védőoltás. És csak csöndben, nem is csöndben mindegy, de úgyis tök mindegy, hogy mit mondok. Szóval az a kórház, vagy az a kormány, amelyik most augusztus 20-ára több százezres tűzijátékot rendez, és most nem is a lóvéről beszélek. Ha abban ti bármiféle, hogy is mondjam, előrelátást, megalapozott védekezést, meg nem tudom micsodát lát, tényleg úgy van. Szóval ez egy őrült felelőtlenség. Még akkor is, ha nem lesz semmi baj. Adja az ég, hogy ne legyen, hogy félmillió embert összecsődítenek. Adja az ég, hogy ne legyen. De nem tudok eltekinteni a spanyol példától, ugye, ahol március 8-i feminista és antifeminista tüntetések, nem a politikai izéről beszélek, hanem sok tízezer ember kiment az utcára, és akkor lett, ami lett. De adja az ég, hogy ne legyen így. De felelős kormány nem gondolkodhat így. Ebben halálbiztos vagyok. Ez összefügg a izével. Hol azt csinálják. Jó. Tehát nem fér össze a gyakorlat semmivel. De tudod, egyébként végig ez volt a járvánnyal kapcsolatban. De tudod, mivel függ ez össze? Azzal a tényleg általános közhelyen ebben az országban, és a közvéleményben és a politikában is így van, hogy minden a közvéleménykutatás. Én minden alkalommal, ha elmondanám, azért azt elmondom, hogyha olyan egyszerű lenne a politika, hogy fogom magam és megnézem a közvéleménykutatási adatokat, akkor egyetlen egy politikai erő se hibázna, sose. Csak hogy ez nem így van. Kati említette az önkormányzatiságot, illetve hát szóba jött önkormányzatok helyzete. Hát ugye most beindult, vagy hogy is mondjam, szépen kiteljesedik a Fidesz bosszú hadjárata a sok elvesztett önkormányzat ürügyén, legfőképpen Budapest ürügyén, úgyhogy hát a gépjárműadó egészen elképesztő. Ugye az akkora nagy huszárvágás minden önkormányzatnak, hogy borzasztóan hiányozni fog a büdzséből. De hát igazából megteremtették ennek a fogalmi keretét, vagy a narratíváját. Én tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, mert az, hogy mondjuk a Fidesz, vagy a NER, az állam gépezet, amivel per pillanat most az övéké, az bosszút fog kvázi állni az önkormányzatokon, azt szerintem mindenki tudta. Ez az eléggé világos volt, ők így játszanak, tehát nem az a tipikus fair play, ami folyik. Meg nem is volt ez érdekük már a saját szempontjukban. Persze nem fogom megtudni, hogy ha nem lett volna most ez a járvány, akkor mindezt mire fogták volna? Mert gyanítom, hogy nagyjából ugyanezeket igyekeztek volna végrehajtani, elvenni a különféle adókat, ugyanakkor nem lett volna szolidaritási, vagy mit mi az Isten nyila, de lett volna helyette valami másként fogalmazva. Ugye ezeknek a piszok jól jött ez az egész, hogy erre utalhatnak, erre a járványra. Jött volna egy kisbolygó, ugyanezt csinálják, elveszik az önkormányzatok pénzét, mindaz. Elmegy mellettünk a kisbolygó, akkor megveregették volna a saját vállukat, hogy milyen baromi jól kezelték a helyzetet. Tehát igazából mire számíthattunk, ha nem erre? Csak mondom, az indoklás tök érdekes. Mi lett volna az indoklás, ha nem lehet a járványjal indokolni? Ez olyan kicsit nekem, nem annyira politikai téma, de megdöbbentően látom a szupermarketek prospektusaiban, hogy a söröket akciózzák, és most ez így hülyén hangzik, de hogy a söröket akciózzák, meg a futballlabdás termékeket árusítják, tehát hogy nem hangszerelték át magukat, hogy most nem lesz foci EB egyébként így júniusban.
A sör oké, fogy, de hogy úgy van megkeretezve, tehát labda, tehát egyértelmű, hogy a foci ebére készültek volna, hogy egyébként történt egy változás, és erre a szupermarketek nem reagáltak. Hát ugyanúgy be volt ez ágyazva a Fidesznél is, hogy majd lesz önkormányzati sarcolás, akkor ráfogták volna arra, hogy hát a falvaknak kell a felzárkóztatás, végre itt van, mindig is hiányoltuk a kormánynál, hogy a leszakadó rétegeket felemeli, hát most majd felemeli a fideszes falvakat, leegyszerűsítve. De hát a fideszes városokat is rossz helyzetbe hozza. A Szita Károly erre azt mondja, hogy ő nekik még több is van, mint eddig volt. Szóval a szolgálatosség az hihetetlen. Igen. És mit mond Palkovics Székesfehérváron? Nem tudjuk. Jó, figyelj, de az a helyzet, hogy... Hát ő a Székesfehérvár. Azért az... 10 éve regnál a Fidesz. Nem észrevenni, hogy itt tényleg egy országépítés folyik. Pontosabban egy városállam építése folyik. Ez a história, hogy most éppen, még ráadásul ilyen rendkívüli helyzet is van, meg tök mindegy, az, hogy lépésről lépésre bontják le az önkormányzatiságot, és lépésről lépésre fosztják ki, vonják el a kötelező feladatoktól is a forrásokat és a pénzt. Az egészségügy központosítása, az oktatásügy központosítása, ez mind beleillik egy képbe. Igen, az Orbánnak van egy képe, egy elgondolása erről az országról. Ez egy 10 milliós ország, amelyik egyébként jobb helyen még csak egy tartomány se, még gyengébb helyeken baromi jól szuperálló városállam. Hát mi a szent szarnak kell itt 3000 önkormányzatot, ne vicceljetek be. Most én ezzel, hát hogy is mondjam, inkább valamiképpen ironizálni akartam. Tehát kezdve attól, hogy amikor kivonták a polgármestereket a képviselőházból, a parlamentből, nem hozták létre a felsőházat, ami ilyen területi alapú ellensúly, de mégiscsak lett volna, meg egyáltalán megjönnek a területi érdekek. Ettől kezdve, mindaddig, ameddig, amit az előbb soroltam, hát teljesen nyilvánvaló az irányultsága ennek a históriának. Ez egyébként még egy picit meg is nehezíti a dolgokat, hogy lettek ellenzéki győztesek is önkormányzatban, mert nagyobb a politikai vihar. Esküszöm, biztos vagyok benne, pedig ilyet az ember ritkán mond. Ha ellenzéki győzelem nem lett volna, és most nem vegzálnák az ellenzéki önkormányzatokat, és ellenzéki önkormányzatokat is, különös tekintetben a fővárosra, az egész rohadt magyar közvélemény kussolva venné tudomásul, hogy tovább fosztogatják a várost. Hát a tarlós ideje alatt teljesült ez ki, és ezek után az ellenzék ugye vizét ad neki, külön jutalmat, meg minden szart, senkit nem érdekelt, hogy a fővárostól elvették az összes oktatási intézményt, az egészségügyi intézményeket, súlyos vagyonvesztést élt meg ez a város a tarlós ideje alatt, és volt valakinek egy szava hozzá. Jó, az ellenzéknek mégiscsak volt, mert a Karácson nyert, de nem ezért nyert, mert ezt a közvélemény elengedte a füle mellett. Jó, a közvéleménynek egy dolga van, ha jobban fog élni, és a városállam nagyobb ígéret, meg van ez a szingapúri tébolya, amit néha elő szoktak adni, ami egyébként egy multikulti világ, azért csak jegyzem meg csöndesen. No szóval, tehát ez tovább fog menni. Tovább megy a centralizáció. Van egy rossz hírem nektek, hogy akikről beszélünk, a szavazópolgár, meg átlagpolgár, mondhatok mindegy, hogy hogy defináljuk őket, 90%-nak gőze sincs. Ki finanszírozza a kórházat, ki az iskolát, ki kivel van, ki kivel nincs, hogy ki az a klik, ki az az ő, semmit nem tud. Akkor tud az önkormányzat, amikor lejárt a személye, vagy halotti anyakönyvvonatot kell kiváltani, vagy bármilyen intézmény van. Különben az átlag ember Magyarországon, mint hogy a pénzével nem tud bánni, gőze sincs, hogy hogy működik az ország, tehát teljesen mindegy, hogy mi történik, kitől mit vesznek el. Hozzáteszem, és nem akarom a Fidesz védeni, 12 év volt az MSZP-nek, meg az SZDSZ-nek, meg a DK-nak, meg mindenkinek, aki most ebbe a körbe tartozik. Meg az MDF-nek. És meg előtte mindenki egy kicsit faragott az önkormányzatokon. Csak már elfelejtjük, hogy mi mindent vettek el az önkormányzatoktól, vagyonban, forrásban, adóban, egyebekben. Abban igazad van, hogy végül is föltették, most föltettük a kérdést, kell 3200 önkormányzat az ország, vagy nem kell, vagy kell-e Budapesten X+1 kerület, vagy nem kell? Ez az igazi kérdés. Majd mert működtetni, meg majd működtetni kell valamilyen szinten az iskolát is, meg az egészségügyet. Csak hát azok, akik annak idején, amikor faragtak a önkormányzatokból, akkor a Fidesz felháborodott, hogy úristen, mi történik, most meg ők csinálják. És egyébként abban is igazam a Sándornak, hogy lehet, hogyha nem, ha ellenzéki győzelem nem lett volna az önkormányzatokban, akkor is ez történt volna, mert a Fidesz vagy Orbán Viktor és ez a fajta gondolkodás annyira etatista, vagy annyira énközpontú, hogy nem szereti az önálló kis szigeteket. Mert azért, hogyha mögöttem van egy
egész város, aki csak engem szavazott meg, és nem is feltétlenül a Fidesz logóra, hanem engem, mondjuk ez Szolnokra is igaz, vagy akár Székesfehérvárra is, hogy nem annyira a Fideszre szavaztak, hanem inkább a polgármester személyére, akkor az ő sokkal autonómabb szereplő, mint amit ez a párt szeret. És sokkal jobb azt letörni. Ez igazából már reformkori vita is volt, akkor is az volt a kérdés, hogy az önkormányzatok mentik át a magyarságot, vagy inkább az állam, meg az arisztokrácia. Ez ugyanúgy ezért túl, és az is a furcsa, hogy Orbánék szeretnek úgy nevezni magukat, hogy ők a nép, a népies, és hogyha őket mucsaizzák, pedig ők csak az emberek életét képviselik, holott ők az igazi elitisták, és ők nézik mucsaiknak igazából az önkormányzatokat azzal, hogy lecsorbítják a jogaikat. Pont ezért egyébként szerintem az egyik oka, hogy a NER-től vagy a Fidesztől, mint olyantól meglehetősen idegen az önkormányzatiság, mint étosz, mert ők magukat tételezik egy absztrakt népnek. Ők a nép, maguk ezt állítják, tehát nem lehet különféle lépéseket állítani az emberek tömegei és az őket képviselő kvázi nép közé. Az önkormányzat az mindenféleképpen egy olyan kínos dolog, ahol a hatalomhoz valamivel az átlagpolgár, végül is ennek az egésznek az alján levő minden egyes ember valamilyen módon részesedik, ugye önkormányzat még a nevében is benne van. Ettől függetlenül a Fidesznek még az se lenne jó, és ebben a Sanyival értek egyet, hogy furcsa helyzet lett volna, hogyha nincsenek szinte ellenzéki önkormányzatok, mert nagyjából ezt az önkormányzat leépítést akkor is véghez viszik, mert az Orbánnak még igazából az sem felel meg, és itt az Orbánról is van szó, nem csak a NER-ről, de ennek az egész personifikált, nem is tudom, egyeduralomnak, az sem felelne még meg, hogy ilyen végrehajtók, ilyen csinovnyikok ülnek ott az önkormányzatban, mert ez mindig problémát okozhat, ez mindig gond lehet, ott mindig lehetnek lázadó hangok, mindig lehet egy olyan, mit tudom én, tényleg kisvárosi polgármester, vagy falusi polgármester, aki azt mondja, hogy a rohadt életben, hát mit nem tudjuk megcsinálni a csatornát, hát itt valami mégisem kóser. Tehát ez meg annyi apró kis lehetősége a játéknak, meg annyi apró kis lehetősége annak, hogy még a lojális önkormányzatok is lázadjanak, de amit ők szerintem alapból gyűlölnek, az tényleg az, hogy a hatalom csúcsa és a hatalom alja között közvetítő és átmeneti pontok legyenek, ők minden hatalmat akarnak az a saját szovjetjeiknek, akik ők. Az a helyzet, hogy a Botonnak őrült módon igaza volt, amikor felemlegette a múltat. Mert ugye egyebek mellett azt is hajlamosak elfelejteni sokan, hogy Orbán politikai karrierje és világképe, meg ideológiája, meg minden kutya fülött 30 éve épül. Azért azt ne felejtsük el, hogy volt egy olyan korszak, aminek az lett a vége, hogy át kellett vállalni az államnak az önkormányzatok adósságait. És ez döntően azért volt, mert a magyar önkormányzatok a rendszerváltás után nem működtek önkormányzatokként, hanem vagyont felültek. Tehát lényegében vagyonkezelőként működtek, ami abban merült ki, hogy elköltötték a vagyont, eladták az ingatlanokat, és a többi felélték, elvadósultak. És hiteleket vettek föl tök feleslegesen. Úgy van. Tehát ez egy ilyen, azért ez egy, ennek a gondolatnak, hogy mi legyen, hogy kell valamit csinálni az önkormányzatokkal, ez ebben az Orbánnak igaza van. Csak egy probléma van itt igazából, és lehet, őszintén szóval, én annak idején, én is, meg most is hajlok is erre, tele volt a micsodám azzal, hogy a harmadik kerületi képviselőként is, amit ott bűveltek a tarlóség annak idején, amit szintén nem vettek észre, most tök mindegy. Ellenben ugye az a nagy kérdés, hogy mi lesz ennek a következménye? Mert jelen állás szerint ugye ez az átalakítás, ez forrás elvonásokkal és kivonásokkal jár. Tehát pénzt vesznek ki a rendszerből. Ebből persze a magából a rendszer átalakításából az is következik, hogy a végén mindenért Orbán lesz a felelős. Tehát, hogyha valakinek valami problémája van, mit tudom én, a Kretgéza út 20. általános iskolával, akkor azért előbb-utóbb, most nagyon leegyszerűsítve, ugye régebben elmentett a Tóth Józsefhez a polgármesterhez panaszkodni, most nem mehet sehova, majd mehet az Orbánhoz. És hogyha ez a folyamatos vagyonvesztés, amit most az állam generál, mert költségvetési problémái vannak, meg kiderült, hogy üres a kassa, meg a padrás üres ebben a válságban, akkor ezek a rendszerek végletesen le fognak épülni, és akkor megérzi, na itt jön a magyar állampolgár, aki egyébként visszatérve egy másodpercre az elejére, zokszó nélkül vette tudomásul, hogy honfitársainak és családtagjainak ezzel számra vágták ki, mint a taknyot a kórházban, ellátatlanul. Tehát van tartaléka az Orbánnak, tényleg. Csatlakozva Sanyihoz, és még egy gondolat ebben a témakörben, hogy a kisebb helyeken, ahol nagyobb a kapcsolat a polgármester, meg a
úgynevezett lakosság között, ott ez politikai deficit is lehet a Fidesznek. Nem gondoljátok? Hát főleg, és csak akkor ne arra jutott egy mondat, hogy ha az én rémálmaim nem valósulnak meg, hát reményeim szerint. De ha mégiscsak lesz valami baj még ezzel a vírussal, a kifosztott önkormányzatokon lesz a teher, mert most a közönség is azért nem érzi olyan rettenetesen, hogy az önkormányzatokat eszköztelenné tették és kifosztották őket, mert ez kamu, amit mond a Fidesz, hogy áldozatot kell vállalni az önkormányzatnak, hát dögre áldozatot vállaltak eddig is. Na szóval akkor ez egy furcsa kérdés lesz és egy furcsa helyzet. Az üzleti életből hoznék egy példát. Egy német vállalkozót 10 évig hallgattam a MAR vezérigazgatóként, meg MAR dolgozóként, hogy ez ilyen egy tolvaj, meg olyan tolvaj, meg hogy élhet meg, amíg meg nem halt, megélt a hajózásából. Lopott, csalt, hazudott, x milliárd euró ide-oda-oda, mégis élt. Az átlag, amit az előbb mondtam, az átlag embernek gőze sincs a világról. TV1-ből, akármiből tájékozódik. Újságunk ugye egy van, egy heti lap, ugye a Szamizdat Magyar Nemzet, vagy hívjuk Magyar Hangnak. Más napi lapot nem tudsz elolvasni, vagy ha elolvasod, akkor olyan hírek jönnek belőle, ami az egy kicsit belédé. Utána ezt hallgatod a tévébe, ezt hallgatod a foci meccs szünetébe, ezt hallod, ezt látod. Tehát a szellemileg egy picit leépítenek mindenkit. Az, hogy ők hogy futballoznak a futballpályán, az teljesen természetes, hogy ők nyerni akarnak. Az a nem természetes, hogy kvázi mondjam azt, hogy mi, akik most éppen az ellenzéki, tudom, sorosista, hazaáruló, mindent tudok a mi jelzőinkről, ellenzéki térfélen nem bírunk kiállítani egy csapatot. Mezitláb sem. Nekem ez a nagyobb bajom. Gondolkodó, észrebíró, munkából élő, normális emberek, akik debattőrként legalább fel tudnak venni a versenyt. Ezt sokkal nagyobb bajnak tartom. Tehát amikor a főpolgármesterrel valószínűséget számítatnak szegényel, aki szerintem nem közgazdász, hogy milyen valószínűség van annak, hogy őt elfogadják vagy nem fogadják el ugye ezt a költségvetési javaslatát, mint ugye bevitt a belügyminiszter, ez ott közölték valahogy ugyan 400-an ülünk az asztal körül, de nem döntünk. Tehát most gondoljuk ebbe bele, hogy a fővárosi főpolgármester, és egyszerűen itt már beszélgetünk én az asztalnál, 2 főpolgármester van Budapesten, ezt azért ne felejtsük el. Van a fideszes főpolgármester, csak máshogy hívják. És van az a főpolgármester, akit a budapestiek választottak, minden Szki Gábort. Én életemben nem szavaztam rá, de 5-ször főpolgármester volt. Tehát mi szavaztuk meg, nekünk van, és a mi főpolgármesterünk szegény elmegy egy tárgyalásra, és tudja nagyon, hogy teljesen mindegy, mit mond. És utána 1%-os valószínűség, az, hogy a nullánál kicsit több a valószínűsége, hogy valami történik. Hát aki tanult matematikát, ugye a valószínűség számítása nagyon bonyolult dolog, de a legalsó képlete ugye mi? Amit szeretnél elérni, osztva az összes lehetőség közül, lásd dobókocka. 6-os dobokat csak egyszer tudok dobni, és 6 különböző tudok dobni, tehát 1/6. Az még mindig a 0,17% alatt van. Tehát körülbelül annyi valószínűség annak, hogy bármit elfogadnak ma egy főpolgármestertől, mint kurvának a jámborságra. Körülbelül ugyanez a valószínűség. Ez azt jelenti, a tarlóstól sem fogadtak el semmit. Pontosan, igen, csak a tarlóst el lehetett úgy adni, hogy kvázi meg tudja beszélni a miniszterelnök úrral, hogy mi kéne, mi nem. Ezt adok, kedves tarlós úr, ezt nem adok önnek, ezt esetleg megoldjuk, ezt nem. Most meg azt tudják mondani, hogy tessék leírni egy papírra, de mindenki tudja, hogy teljesen mindegy, mit írok le a papírra. Semmi esem nincs arra, hogy értelmesíts itt ez a hiba. Amit pedig te mondtál az előbb, hogy ugye van egy elitista tömeg, meg kialakult valami elit, és saját magukat szolgálják ki. Az a baj, hogy az eliten belül is ez csak egy idézőjelbe tett elit, mert az elitet azért valami szellemi színvonalra gondolom. Tehát pénzügyi elit nem létezik, létezhetne, de erre szokták azt mondani, hogy úrnak születni kell, tapló meg terem, mint a gomba. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt adsz, hogy 5-szörös pénzt adsz mondjuk a mai oligarcháknak, mint amennyit mondjuk kaptak 8 évvel ezelőtt egy másik oligarchától. Attól még se középosztály nem alakul ki, se gondolkozó réteg nem alakul ki, se egy olyan osztály nem alakul ki, aki a hátán viszi majd ezt a nemzetet 15-20-25 év múlva. Ez az igazi baj, hogy sajnos, és ha megnézed, hát én most láttam egy minisztérium levelet, ráadásul jó hír volt benne, akinek címezték a minisztérium államtitkára, gyakorló államtitkára annak a minisztériumnak, az elnöke a Magyar Hajózási Országos Szövetségnek. Annak a főtitkárnak címezték, aki másfél éve lemondott. Mit tudok erre mondani? Tehát ez az ország így működik, és ezt a silány munkát át lehet verni mindenen. Oktatás, egészségügy, közlekedés, gazdaság, bárhova néztek. Ez az igazi baj, hogy ezt nem veszük észre. Ugye rengetegszer beszéltünk róla, és meg mi már gyakorlatilag hozzá is szoktunk, hogy fog az ember egy átlag
sajtóterméket, vagy megnézi mondjuk a kormányzati híradót, az M1 híradóját, és kifejezett hazugságokat közölnek egymásra hivatkozva. Majd ezt a hazugságot kibontják, behívnak különböző szakértőket, és akkor szép lassan átfordítják igazságát. Most már odáig jutottunk, hogy az Európa Tanács szerint a mostani nemzeti konzultáció utolsó pontja, az gyakorlatilag egy hazugságra épül. Tehát magában a kérdés hát jó, de már a kérdés is hazugság. Tehát ugye régen volt ez a slang, hogy annak azt se hiszem el, amit kérdez. Hát tényleg idáig jutottunk. És akarunk erről beszélni? Igazából ezek nem kérdések, tehát nekem ez a mániám. Nyelvtanul a kérdés, mert van egy ilyen kérdőmondat a végén, hogy őd mit gondol, tehát ez nem kérdés. A 80%-uk úgy van megfogalmazva, hogy ön akármit gondol, azt fogja gondolni, amit ők akarnak nyilvánvalóan. Semmiféle relevanciája az egésznek nincsen, senki meg nem számolja szerintem. Ez teljesen érdektelen, lényegtelen. Ez az, hogy is hívják, valamelyik rejtőben van, hogy már megint kezdi a török, ez idegesítő szokás tőle ez a levelezés. Én mindig így vagyok, mert megint levelet küldenek, könyörgök. Hát nem veled akarnak levelezni, ez a tévedés, ne essék. Szerintem egyébként tehát senkivel nem akarnak igazából levelezni. Tehát egyszerűen a levelezés tényét akarják folyamatosan nagy dobra, miért akarják hitetni, hogy ők kommunikálnak, de ez nem kommunikáció. Pénz elmegy rá, csomó pénz elmegy rá, adatgyűjtésre is jó. Ne becsüljük le a kubatom listát, ne becsüljük le az adatgyűjtést. Nekik tudni kell, hogy ki áll mögöttük. Így van. Nekik tudni kell, hogy ki az a 2.800.000 magyar, mondja, hogy ki a magyar, azt én nem tudom eldönteni, de a 133 bátor ember egyike például Kövér úr el tudja dönteni, vagy el tudja dönteni Bauer úr, hogy én magyar vagyok, vagy nem vagyok magyar, vagy keresztény vagy nem vagyok. Tehát, hogyha Bauer úr meg Kövér úr közösen eldöntik, hogy mi mik vagyunk, akkor azt is szeretnék látni, hogy a maradék 6,8 millió az hova tartozik. Hogy eltán hozzájuk tartozik-e. Ezért volt az egy rutinos kezdeményezése valakinek most, nem is tudom, már valakinek már reggel olvastam, hogy ő is összegyűjteni ezeket a kérdéseket, hatházék, hogy ők is összegyűjtenék a kérdéseket, hogy valójában ők mennyit kapnak. Mert akkor az egyik oldal kap 2 milliót, a másik 2,8-at, az már mutat valamit. Akkor már nem lehet azt kommunikálni, hogy 6 millió van mögöttünk. A papír visszajött, és nagyon erősek vagyunk. Persze 2,5 millió is nagyon erős. Sok pénz kell, és ezt én nem tudom, hogy... Bocsáss meg, pénz van. Azt, hogy eltűnne, nem. Ha most azt mondom, hogy hozzá küldjék a lakásra, nem. Hatházékhoz kell a lakásra küldeni, vagy egy kutyaolba, bárhova, akkor aki föladja, annak kerül pénzbe. Igen. Utána már csak meg kell számolni, ez igaz, tehát ez inkább idő, meg egy 10-20 ember, hogyha mondjuk 1 millió darabot kell megszavazni, megszámolni. Botond, ezt nem gondolod komolyan, hogy annyira az ellenzéki választó jelenleg abban a harci helyzetben van, hogy képes visszaküldeni egy adott címre, amit egyébként 375, nem tudjuk, hogy mi... 375 forint. Egyébként szerint, tehát ez a legnagyobb probléma, hogy még erre sem vagyunk képesek, hogy erre ezt visszaküldjük. Érted, amit mondom, hogy leszoktattak a cselekvésről, igen, a gondolkodásról. Hogy úgy mondom, a becsületes harcol is. Tehát engem is ez dühít ebben a mostani helyzetben, hogy nem az ellenzéken kellene, vagy az ellenzéki politikusokon leverni mindig a port, hogy most is úristen, milyen magas a Fidesz és milyen alacsonyan állnak. Mi véleményformáló közéleti emberek vagyunk olyan lusták, hogy szinte mentegetjük a kormány aljasságait. Bármit megtörténhet, mi versenyre mondjuk azt a problémákra, hogy gumicsont, meg orákulunként tekintünk olyan politológusra, aki hisztinek minősíti azt, hogyha mi kiállunk az eszmény. Tehát, hogy egyszerűen annyira lesüllyedtünk mi, mint polgárok. A polgári etosz annyira romokban van, hogy igazából tényleg magunkon, már akármennyire demagog is, magunkon kell kezdeni a javulást, és nem az ellenzéktől elvárni. Hát, abban gondolj bele, hogy a Fidesz ügyeit vizsgáló bizottság három tagja nem bírt egyetértésre kerülni másfél év alatt, hogy, és ketten még egymással nem is beszélgetnek. Tehát ez is megint, csak hátra kell dőlni, és egy sört kell kérni, itt is. A bölcsebb tanácsa. A bölcsebb tanácsa, de legmondható. Ezek se, hogy úgy mondjam, Kánisz Pergával gurigázó gyerekek voltak, hanem mind, mondjuk a Rompő, meg mondjuk a volt kancellár, tehát ezek... Nem idió. Semmi. Viszont magas labdát adtok. Most megint mi történik? Ez a hölgy nagyon kedvesen azt mondta, ugye, hogy hát ha ez a kérdés igaz, de még ott se tudtak alanyállítmányt egyeztetni, mert ugye a kérdésben picit más van, mert ezek azt mondja, hogy hogy harcoljunk-e ezért, hogy talán meg fogja vizsgálni, hogy az alkotmányunk megfelel-e, ott pedig az van a hölgynek a válaszában, hogyha azt mondják, hogy alkotmányt akarunk-e változtatni, persze, hogy nem akar alkotmányt változtatni az Európai Bizottság, mert nem is bír. Tehát ott még, hogy úgy mondjam, a debattőr válasza sem lett egyeztetve, tehát amatőr módon válaszolt az, akivel arra szerettek volna válaszolni, amit viszont te mondtál, hogy könyörgöm a 13. a plusz 1-es kérdés, vagy a 13. kérdés, az végül is egy jó nagy füllentésen alapszik. Tehát nem tudtunk válaszolni, és nem vettük észre, hogy a válaszunk is gyenge. Sajnos.
Fel nem tudom, hogy visszaküldik, tényleg ezt nem hallottam még ezt a házi kezdeményezést, de tulajdonképpen ez nem egy rossz ötlet. Az első ilyen viszonylag jó ötlet, amit mostanában hallok ellenzéki oldalról egyébként. Igen, az úr is lenne, hogyha összeszámolnák egyszer, hogy hogy jön ki. De aztán persze olyan lehetne, hogy a mi népünk sztahanovista és 174%-nyi kitöltöm. Én már meg is mondom, hogy mit mondjon a Fidesz. Kérem szépen, a magyar nép otthon lemásolta, mert annyira fontosnak érezte, és kiosztotta egymás között, és ezek öntevékeny, önkormányzó visszaküldések voltak. De nem, ez jó ötlet. Én mondjuk, nekem nincsenek polgári étoszaim, úgyhogy én begyújtásra szoktam használni. A Fidesznek teljesen igaza van, a Fidesz állampénzen felmérést végez. Ennyi. Tehát, hogy úgy mondjam, ez OPM business, other people's money, más emberek pénzét felhasználjuk arra, hogy bizonyos információhoz jussunk. Lőcsel hát, megint a futballpályán, és általában lőcsel beszokták venni. Az egy más dolog, hogy a csel az nagyon szép, de mással játsszák a futballt. Én nagyon régen ki vagyok rekesztve a nemzetből. Én még sose kaptam ilyet. Most komolyan? Esküszöm. De neked adom az enyém. Pedig, te egy másik listán vagy, hogy ez nem tűnt fel neked? Pedig nekem van tényleg rendesen állandó bejelentett lakcímem. Soha nem kaptam egy darab ilyen szart. Lehet, hogy postát úgy gondolják. Azon kívül. Látja, csintalan, na ennek nem no. Hát, nem, a Hír TV-be küldik szerintem, valóban. Lehet, de azon kívül én azért egy csöppet súlyosabbnak gondolom el a helyzetet, mert már hogy címlista, igen, tehát igen, ez is nagyon fontos. Azon kívül azért ezeknek a tartalmát egy csomó ember azért elolvassa, végigolvassa, ennek nagyon-nagyon jól működő, hatékony, tudatformáló szerepe van. Mégiscsak az államtól kapja, a kormánytól kapja, ennek még mindig ebben az értelemben van tekintélye. Úgyhogy ez rémesen káros az, ami ezeken a papírokon van, és azt a vírust újra és újra megerősíti. Érdemes odafigyelni a koronavírus történetére, ez is egy ilyen sajátos vírus. Ezek a levelek, én csak annyit akarok mondani, nem ellent mondani semmilyen szempontból nektek, annyit akarok csak mondani, hogy bizony ez fertőzés, ezt a fertőzést folyamatosan karban kell tartani. Egy plusz eszköz, amire nem sajnálják a pénzt, igaz, hogy most már azért időnként hiányzik a lóvé, az tény, de hát erre mindig lesz elegendő pénz. Egyébként én most nem vagyok ebben 100%-ig biztos, de mondtad, hogy az államtól kapjuk, meg a kormánytól kapjuk. Én úgy emlékszem, ezt mindig Orbán Viktortól magától kapjuk. Rajta van a kép, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökét a királytól kapjuk, nem az állam. Nem mindegy. Miért a király, amikor a király az állam, akkor na jó. Jó, csak ne felejtsétek el, hogy aki ezt elolvassa, mert én is el fogom olvasni, és levonom a következményeket, de a Fidesz szavazókat is meg kell értenünk, a Fidesz szavazók igenis örülnének, hogy megkérdezi őket a miniszterelnök úr. Hasznosnak ítélik az űrgajuk fölfedezését a határon, ugyanúgy, mint Soros úr üldözését a világban, ugyanúgy, hogy megállította önmagában az elbújt Kásra és a még jobban elbújt helyettes államtitkár, mert senki nem beszélt, nem látták se az EU minisztert 3 hétig, se 4 hétig az egészségügyi államtitkárt, aki ezért felelt, viszont megjött a néni, a nemzet nagymamija, megérkezett oldalán Orbán Viktorral és a hadtestjével, és a belügyminiszterrel az élem, aki pedig saját mag és a csatában megsérült, és 2 hétig ugye karanténban volt, legyőztük a vírust. Pont. És nem kezdene gondolkozni, hogy vírus mindig is volt. Ebben az országban minden évben 6000 ember hal meg tüdőgyulladásban. Ebben az országban 30000 ember hal meg kórházi fertőzésben. Hozzáteszem, hogy mivel most jól kezeltük a kórházakat meg a fertőzéseket, könnyen lehet, hogy az idén jövőre az lesz a statisztikában, hogy 20000 halott lesz kórházi fertőzésben. Miért? Mert nem voltak a kórházban. Mert ha bekerült volna a kórházba, akkor sajnos esetleg megkapta volna. Tehát még jót is tettek. Hát én az űrgejüket, én azt nem vigyorognám így ki. Engem határozottan megnyugtatott, mert egyébként a Bayer Zsoltnak egy ilyen visszatérő epitetón ornansza a mindenféle ellenségére, hogy kígyóválló. Tehát egy 40 centis űrgejükon csak kígyóválló migránsok fognak jönni, azoktól meg én nem félek. És egy pillanatra foglalkozunk, tényleg a Sándor is említette, hogy milyen rombolást végez az emberi lelkekben ez a fajta agymosás, ami elhangzik, és mennyire rombolja a gondolkodásunkat. Egy kvázi keresztény kormány lehet, de mondjuk ki, bocsánatot kérjük. Hát magát annak nevező, igen. Tehát, hogy most a Magyar Helsinki Bizottság osztott meg egy gyönyörű kis gyermeknek a képét, hogy ő egy évig
pengés drót kerítésben raboskodott nálunk. És ahelyett, most ez is lehet, hogy demagóg lenne, amögött persze, tehát börtönben raboskodott egy tündéri kisgyermek, mert miért? Mert valahonnan jött. És ez az undorító, lehet, hogy demagóg lenne, de végig teríthetnénk az ő arcképével az utcákat, a postaládákat, hogy lásd meg, hogy a kereszténydemokratának hazudott kormány őt tartja börtönben olcsó politikai haszonszerzés céljából, hogy talán felébreszthetnénk a magyar nemzet lelki ismeretét, mert csak van olyan, hogy megint rossz kell, hogy legyen. Van, mindenkinek van lelki ismerete, Orbán Viktornak is, neked is, nekem is, és a rablógyilkosnak is van. De egyet megint ne felejts el, súlyos tévedésben vagy te, mint kereszténydemokrata. Ám, te nem vagy, ez te ilyen áruló, nem tudom, csoda vagy. Tehát te sem vagy kereszténydemokrata. Vegyük már tudomásul, ez az ország nem keresztény ország. Itt a keresztények kisebbségben élnek. 60-70%-ban ez egy hitetlen ország. Ami az joga van mindenkinek, hogy ne higgyen. Tehát mi itt kisebbségben vagyunk. Az, hogy a kormányt sajnos kereszténynek állítják be, ettől néhány papnak, meg néhány püspöknek hullik a haja. Ettől a fajta kereszténységtől, de ezzel a tehát kiskutyával, kisgyerekkel, kopaszrákos emberrel tudsz hatni az emberek 1%-os hajlandóságra SZIA időkben, de amiről te beszélsz, sajnos nem bírszhatni az emberekbe. Nem azért, mert nem keresztények, hanem azért, mert nem érdekli őket. Erről beszélek. Brüsszelben is 10 000-es tüntetés volt az Egyesült Államokbeli eseményekre reagálva. Rendőrök sérültek meg ott is. Tudom, persze, voltam Londonban hasonló tüntetésen, amikor így a Jobbik ellen, ellen csinálták a cirkuszt, és olyanok jelentek meg, akik persze a fogalmuk nem volt, egyszerűen csak a balhé kedvéért. De ezt levonja az ember, akkor is egy kicsit így aggasztó ez a dolog, hogy az Egyesült Államok szerintem szép lassan csúszik bele egyfajta káoszba. Nagyon érdekesen, most már utóhatásai is vannak ennek az egész tüntetés sorozatnak, hogy többek között más ne jusson eszembe. Például levették minden idők legsikeresebb filmjét, nem vetítik, az elfújta a szelet, mert már politikailag nem, nem is tudom, hogy mondják ezt, hogy nem korrekt. Nem korrekt politikailag, de nem ez történt, pontosan visszavonta egy kicsit az HBO rövid időre, amíg egy magyarázó filmet csinálnak hozzá, ami egyébként nem teszi szerintem jobba ezt a történetet, ez egy barhaság. Hát, hogy nem. Ezzel sőt, hát erre most szobrokat döntenek le. Az Egyesült Államok lassan a káoszba süllyed, lassan 4 éve a káosz ül az elnöki székben. Tehát az Egyesült Államok káoszba süllyed, és ez elkezdődik már egy ideje. Azért ezt szépen összeadódtak itt a dolgok, tehát szépen összeadódott ez az egész járvány, a járvány, ami az USA-t valóban keményen sújtott, az irdatlan munkanélküliség, tehát már egészen az egekbe szökött. Az, hogy egyértelműen kiderült, hogy például a fekete lakosság környékében rosszabb a járványmutató, mert ugye hát eleve rosszabb egészségügyi körülmények között rosszabb ellátásra jöttek, nagyjából tudjuk, milyen az amerikai egészségügyi rendszer. Igazából nincs Amerikában közegészségügyi ellátás. Ez levizsgázott, ez működött. Ezek mind összeadódtak, mert ez a fajta rendőri erőszak, igen, nagyrészt egyébként rasszista, nem rasszista indokkal, vagy rasszista eltökéltségből, hanem a hétköznapi rasszizmus következtében valóban nagyrészt a feketéket, sőt, nem kizárólag természetesen, ráadásul fekete rendőrök éppen így elkövethetnek ilyet, de nem ez a jellemző. De hát ilyen nap mint nap van Amerikában, egy pár ilyen oldalt is követek, mert azért ott egy csomóan csinálnak ilyen rendőri erőszak ellenes oldalakat hosszú évek óta, hát heti rendszerességgel simán. Egyébként 13 000 embert ölnek meg, azt hiszem, rendőrök évente az Egyesült Államokban, ebben benne van a jogosult fegyverhasználat is, meg minden. Tehát irdatlanok a számok. Az, amikor ez kirobban, akkor az mindig valamilyen válságszituációra megy rá. Annak idején, hogy Los Angelesbe kirobbant, vagy St. Petersburgbe kirobbant egy 10 évvel ezelőtt, és ez a mostani, ez annyiban különbözik ezektől, a Los Angeles egy nagyobb jelleg, nagyobb gettólázadás volt, csak nem volt ennyire elterjedve. Nem hatott át az Egyesült Államokat. Én úgy gondolom, hogy ebből baromi nehéz lesz kijönni, addig, amíg tényleg a totál káosz uralkodik, amíg a totál káosz szembeni lehetséges választás egyébként a Biden, aki nagyjából ugyanazt a politikát képviseli, mint a Trump, csak legalább nem annyira tök hülye, csak majdnem. Nem olyan nagy különbség szerintem, tehát így ebből nem lehet kijönni az, hogy ne nyúljanak hozzá valahogy ahhoz, amit amerikai társadalomnak nevezünk, ahhoz meg marra nehéz hozzányúlni, és akkor meg persze jönnek, bénáznak, és mit nem betiltják, hanem így rövid időre viszonyják az elfújt asszért, meg szegény Lee tábornok szobrát kidobják a picsába, pedig hát igazán nem volt annyira azért oda, mindegy, ez egy hosszabb történet, de hát nem volt ez a kifejezett rabszolgatartó, ezek meg a
A show. Ez a show műsor. Ez rosszabb, mert ha belegondolsz, az egyedül ország. Ma már ott van a legtöbb halott. Most hagyjuk is ezt a vírus, mert vírus volt, van, lesz. És ez egy csúnya vírus, de majd legyőzzük ezt is, mert mindenféle víruson mindig átmegy a fél ország. Csak ez kicsit durvább. De elnyomta ez a hír az összes vírusos hírt az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát az emberek nem figyeltek most már arra, ami tényleg nagyon komoly probléma. Ott is az, hogy nálunk probléma, Olaszországban, Szingapurban ott is probléma. A másik, amit mondasz, hogy abban az Amerikai Egyesült Államokban beszélgetünk erőszakról, ahol azért a rendőrök meg elmondják, hogy hány rendőrt lőnek egy évbe le intézkedés közben. Aztán az jól emlékszem Jacksonville-ben, amikor fekete rendőr lőtt a fekete gyereket, de abból is lázadás lett. És én azt mondom, hogy egy emberi tragédia, egy szörnyű emberi tragédia, senkit nem jogosít fel arra, ugye, hogy utána elvigye a tévét a közérből, meg a bevásárlóközpontból. Ugyanakkor Amerikai Egyesült Államokban nem volt még az az elnök, aki hozzámert volna nyúlni a fegyveréssel és engedélyek kérdéséhez. Picit megpiszkáltak, aztán elszaladtak, mint annak idején az internetadótól Orbán Viktor. Amint rájött, hogy az internetadó rossz, délután már nem is volt internetadó tervezet. Az Amerikai Egyesült Államokban szinte márkidé lehet fegyver kis túlzással. Sajnos használják is egy csomóan. Tehát ott nem az szinte. Az ország fel van fegyverkezve egy Texas állam. Tehát könyörgöm, vagy. Tehát ott azért, amit mondtál, sokkal mélyebbek ezek a gyökerek, de most egy nagyon, nagyon rossz rendőri intézkedés, egy sajnálatos haláset, most mindegy, hogy az illető bűnöző volt, vagy nem volt bűnöző, senkit nem próbálunk megölni ugye rendőrként, de azt már nem mondták, hogy most beszállt, kiszállt, erőszakosodott, nem erőszakoskodott, az intézkedő négy rendőrből egy volt fehér, a többi nem volt fehér. Tehát ezeket már nem teszik hozzá, csak mindig kiragadunk. Ez az információ mindenki. Mindenki mást mond, azt mondom, hogy mindenki mást mond. De várjál, vannak videófelvételek, van már nyomozati jegyzőkönyv, van boncolási jegyzőkönyv. Nem arról van szó, hogy egy sajnálatos haláleset történt, ez nem sajnálatos haláleset volt. Ez annak a valóban már strukturális és intézményes rendőri erőszaknak az egyik megnyilvánulás, az egyik jellemző megnyilvánulás, ami Amerikát áthatja. Egy ilyen rendőri erőszak lett volna, akkor valószínűleg nem lettek volna országszerte tüntetések, egyszerűen betelt a pohár, túlcsordult a történet, mindendük. A feketék agyában egyébként az, meg a szegények agyában, a fehér négerek agyában is, hogy úristen, minket itt hagytak ennek az iszonyatos járványnak, ami nyilván nem volt annyira iszonyatos, de egyszerűen ez volt benne a történetben. Az, hogy mi fogjuk elveszíteni a munkánkat, meg már el is vesztettük, rengeteg minden rakódott egymás, és rengeteg minden az úgy robban ki bizony, hogy az emberek nem csak kimennek táblákkal, mert az általában a középosztály, meg az aktivisták, hanem közben elviszik hazúra a tévét, és fölgyújtják a gyűlölt középületeket. Az a gyönyörű 56-os forradalom idején, vagy talán az volt az egyetlen kivétel, amikor nem történt ilyen forradalom idején. Ez nem igaz, rengeteg fosztogatás volt, ez a mítosz. Akkor még akkor is, volt egy szép, gyönyörű momentum az 56-os forradalomnak, de egyébként ez a tényleg a társadalmi földrengésekkel együtt járnak a visszaélések, és nem az a fő jellemzőjük, tehát ilyen nem azzal kell megbélyegezni, és én azt gondolom egyébként, talán lehet sajnos az a különbség Amerika és Magyarország között, hogy most Amerika polgárainak többsége úgy tűnik, hogy a tüntetések mellett áll, és ez egy nagy reménysége és potenciálja Amerikának. Most ezzel nem azt mondom, hogy úristen, igen, és mindenki rasszista, és létábornok szobrát is le kell dönteni, stb. Hanem, hogy azért mégiscsak egy emberséges üzenetre ezek szerint fogékonyabb Amerika lakossága, mint Magyarországon, meg az volt, hogy cigány bűnözés van, és erre a nagy ellenzéki potentát azt csak annyit tud mondani, hogy jó, hát a cigány bűnözőzni nem helyes, de azért a futballszurkolók nem rasszisták. De ha a futballszurkolók azt üvöltik, hogy cigány bűnözés van, akkor igenis rasszisták, és meg kell követelni a futballszurkolóktól, hogy ki szelektálják maguk közül az ilyen hangokat. Különben őket joggal lehet rasszistának minősíteni. Magyarországon ma szerintem több embert háborít fel aktív módon, vagy ilyen kvázi aktív módon az amerikai szituáció, mint a magyarországi. Ez egyébként az elég meglepő. Nem vonnak párhuzamot az emberek. Tehát az tök jó, hogy megvonod ezt a párhuzamot a cigány ellenesség és az amerikai intézményesült rasszizmus között, csak valahogy nagyon sokan nem tesszük meg ezt a lépést, mert olyan egyszerű azt mondani, hogy Amerikában verik a négereket, és közben nem körülnézni. Én óvatosan közelítek el a dologhoz, mert veletek ellentétben én nem tudok túl sokat Amerikáról. Tehát. Na, azt azonban azért feltételezem még a tudatlanságom teljes magabiztosságával is, hogy mondjuk számtalan különbség van Amerika és Magyarország között. Mondjuk például az elég nyilvánvaló, hogy ott picit még
markánsan aláhúznám, amit a Botond mondott, hogy egy felfegyverkedett társadalom. Az erőszak a hétköznapi kultúra része, hogy ilyen nagyképpen fogalmazzak, vagy nem tudom, ilyen túlzóan, de azért az mégiscsak úgy van. Ugye, és ez nyilván az USA megalakulása óta, vagy egyáltalán. Nekem egyébként az is egy rettenetesen érdekes élmény, némiképpen összefügg egyébként, ha már itt szóba hoztátok ugye ezt a mozit is, valamióta Netflixet nézek, vagy látok, iszonyú sok információ jut hozzám Amerikáról, én tudatlan vagyok, tehát nekem egy csomó minden ott a meglepetés. De például azért ez a helyzet is alátámasztja például azt, az onnani származó információt, hogy minden ellenkező hírtelenséggel szemben amerikai Egyesült Államok, az nem valami homogén állami és politikai struktúra. Hát ugye most szerintem annak is van válsága, ami eljutott az én csökött agyamig, hogy ugye ott mindenütt annyiféle rendőrség van, ha úgy tetszik a helyi önkormányzat. Az erőszakkal és a rendőri munkával kapcsolatban annyiféle modus vivendi, eljárás, logisztika, protokoll van, szinte ahány önkormányzat van. És itt mindaz, amit a Péter elkezdett sorolni, ez most egyszerre robbant. Egyébként az Amerikában, amikor egy ilyen válság van, akkor ezek így szoktak robbanni, tehát ezek így robbanni szoktak. Hogy mi lesz ebből, azt a jóisten tudja, de hál nekik szerencséjükre, azért 8 évente legkésőbb el kell takarodni az aktuális idiótának, velünk ellentétben. És olyan nagy mérete van annak a társadalomnak, annyira elképesztően struktúrált. Hát a nyilvánossága is annyira sok szereplős. Hát emberek, ez a Epstein, ugye, aki kapcsán kirobbant a MeToo meg egyáltalán. Ez az Epstein sztori, ugye ez még alig 3-4 éves. Már sorozat van róla. És a Netflixen egy olyan komplett feldolgozása van ennek a históriának, hogy az ember agya megáll, van rá pénz, van szellemi tőke, van kapacitás, fogyasztó, kultúra, vágy, igény, néző, stb. 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 Tehát pénz. Mi? De főleg pénz. De hát az jó. Tehetség is az van, azt nagyon vágják. Most filmeket nagyon vágják. Öcsém. Drágáim, két dolog jut eszembe, hogy ha én orosz titkosszolgálat lennék, akkor erre az amerikai sztorira nagyon erősen rádolgoznék. Úgy gondolod, hogy nem dolgoznak? Hát azért mondom, hogy úgy gondolom, hogy rádolgoznak, és szerintem egész könnyű dolguk már is van. Már fognak vele birkózni, hát én azért azt meg fognak vele birkózni, hát ez is el fog ülni, de azért... Nem, megbirkózni, nem elülni, megbirkózni. Az az érdekes dolog azért az Egyesült Államok történetében, nem tudom, nyilván ti jobban tudjátok, azért van egy erős korrekciós képesség, mondjuk a magyar történelemhez képest. Azért az orosz titkos szolgálataiban nem nagyon pattognék, mert a Bajer Zsolt megfenyegette őket, hogyha neki négerek bakancsát kell csókolgatni, akkor elmegy Szibériába. Nem hiszem, hogy az oroszok szeretnék Bajer Zsoltot. Volt már Zsolt Szibériában. Volt, alig akart hazajönni. Bajkáltónál. Tessék? Ott bujkált, bocsánat. De hogy bujkált, filmet csinál. Köszönöm, hogy itt voltatok, Katalin. Külön köszönettel. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra. Úgy legyen, csáv.